azzal, amit a Csaba mondott, hogy és ugye ezt a palotásról is meg tudja erősíteni, hogy az, hogy egy önkormányzatnak mi a szerepe, ugye ezt egy törvény leszabályoz, de egy törvény nem tilt, az szabad. Tehát ugye mi is úgy vagyunk az általam említett program, német program kapcsán, most a munkaügyi hivatallal közös konzorciumként, hogy egyszerűen láttuk azt, hogy ha bele szeretnénk erőszakolni a szakképzési törvénybe valamit, ami nincs benne, az akár éveket fog igénybe venni, mert általában a parlament Magyarországon biztos nem nagyon szeret hozzányúlni egy szakképzési törvényhez. Négy évente egyszer, vagy három évente megcsinálják, aztán onnantól nem nyúlnak hozzá. Ezért egyszerűen kitaláltuk azt az egyszerű mond, hogy még a felnőtt képzés az egy szabad piacon működő és kevésbé jogszabályok által lekorlátolt tevékenység, azt mondtuk, hogy oké, egy plusz képzésként bevisszük ezt a gyerekekbe, és úgy, és itt, amit még a Csaba említett az iskolák kapcsán, hogy ezt valahogy úgy kell felépíteni, úgy abban kell gondolkozni, hogy meg kell találni minden helyen azt az egy iskolát, akivel ezt lehet. Ezt onnan látjuk, hogyha valaki elmegy Győrbe, és megnézi a Lukács György iskolát, azt úgy hívják Győrbe, hogy az az Audi iskola. Ugye az Audinak szükséges szakképző munkásokat abban az iskolába képzik, a gyakorlatot meg az Audi tömműhelyében, meg a gyárba végzik. Ugyanez a helyzet van most Kecskeméten, ahol pontosan az önkormányzattal való nagyon szoros együttműködésben gyakorlatilag van egy iskola, amelyben a Mercedesnek a szakmunkásokat képzik, és a Mercedes igényei szerint indítják az osztályokat, és amit itt a pályorientáció kapcsán még szeretnék hozzátenni, az szintén egy ilyen munkaügyi hivatal kamarai rendszer együttműködés, az a megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak a léte. Tehát ugye mi mérjük fel a vállalkozókon keresztül, hogy ők kit szeretnének alkalmazni, mint kamara, és ezeket az adatokat adjuk át a munkaügyi hivatalnak, sőt a magyar jogszabály, és ugye ez már jogszabály sajnos, úgyhogy itt az RMDS-nek a szerepe megkerülhetetlen lehet benne, mert ugye ott nekünk, mint kamarának nagyon speciális jogokat biztosít a törvény, tehát az iskola nem indíthat olyan osztályt, ami nem járulunk hozzá, tehát egyszerűen kunyerálnak nálunk az iskolák, hogy ők milyen osztályt akarnak, és itt azért fontos kérdés ez, és itt ugye ezt a panelben ki kell beszélni, hogy a tanárok nem mindig partnerek ebben. Tehát ugye nincs meg a tanárnak a szükséges képessége, hiába mondom, hogy villanyszerelőt képezem, az iskola azt mondja, hogy nekem nincsenek meg az adottságaim hozzá. Köszönöm, és akkor Magda úr. Jó, köszönöm szépen. Ja, én már tavaly is részt vettem ezen a panelen, akkor is nagyon hasznosnak tartottam, akkor több tanfelügyelő is itt volt. És már akkor igazából azok a dolgok, amik most itt elhangzottak a kollégáim részéről, ezeket érintettük. Hogy miért a főkonzulátus? Ugye ez egy kicsit olyan furcsa, hisz mi nem vagyunk szakemberek, mi nem foglalkozunk a szakképzés, nem ők a szakképzés szakemberei. De mégis mi a nemzetpolitikai oldalról közelítettük meg ezt a kérdést, és rájöttünk, hogy ez egy olyan probléma, amivel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Ez úgy történt, hogy, és most tényleg nem a Székelyföldről beszélek, hisz a kolozsvári főkonzulátus a Erdélynek a többi részét képezi le, illetve fedi le. A Székelyföldön mások a problémák, mint mondjuk a többi megyében, ahol mégis szorvány van, ráadásul erős szorvány helyenként, és a szakképzéshez való feltételek nem úgy adottak, mint mondjuk a Hargita megyében, hisz belátható, hogy ott, ahol csak magyarok vannak, ott másképp lehet indítani egy iskolát, mint ahol mondjuk csak néhány százaléknyi magyar van, akkor most milyen szakiskolát indíts, milyen szakokat indíts, tehát teljesen más kérdések vetődnek fel. Nem akarok belevágni, hanem az elején akarom kezdeni. Tehát rájöttünk arra, hogy egy hír ért el minket, hogy a tanfelügyelő, a kolozsvári tanfelügyelő eldöntötte, hogy változtatni kell ezen az egészségtelen arányon, ami a szakképzés és az elméleti képzés között fennáll. Ez Kolozs megyében körülbelül 85%, 15% volt annak idején természetesen a szakképzés kárára. Na most ez látható, hogy ez egy óriási aránytalanság, ez így nem megy, és az történt, ugye, hogy nagyon sok magyar szülő, akinek 8. osztályos gyereke volt, egy válaszút elé került. Látta, hogy a gyereke mondjuk nem vágyik elméleti osztályokba, hogy finoman fogalmazzam ki, vagy nincs meg a képessége rá ahhoz, hogy később érettségizzen és egyetemre menjen. És akkor mit csinálhatott?
vagy beíratta mégis az elméleti iskolába, és akkor az a szegény gyerek ott bukdácsolt, és rontotta az iskolának, az úgymond, vagy az osztálynak az átlagát, vagy pedig beíratta egy román szakiskolába, ami megint nem jó. Tehát mind a két variáció, amit a szülőnek választania kellett, az semmiféleképpen nem volt jó. Nem volt jó a gyereknek, nem volt jó a szülőnek, és nem volt jó nemzetpolitikai szempontból is. És a tanfelügyelő ugye azt mondta, hogy ezen változtatni kell. És azt vettük észre, hogy az iskolák, és még mindig a kolozsvári gimnáziumokról beszélek, 5 gimnázium van csak Kolozsváron, és a megyében még néhány, kezdtek megijedni, hogy akkor most mi lesz. Ugye ez mindig ide lecsúszik azért az emberi szintre, hogy az igazgatók elkezdenek aggódni, hogy elmennek a gyerekek, és akkor a tanároknak akkor mi marad, nem lesz meg a katedrájuk, az iskolának a presztízje csökken. Tehát valójában mindig ilyen nagyon emberi dolgokat kell keresni, hogy miért vannak ellenállások bizonyos reformokkal szemben. És az iskolai igazgatók valóban úgy éreztem, én nem akarom megbántani őket, mert kiváló kapcsolatokat tápolunk velük, úgy ellenálltak, de látták, hogy nem lehet, mert a tanfelügyelő eldöntötte, hogy ezt most meg kell csinálni. És akkor kitalálták azt, és szerintem nagyon jól találták ki, hogy az iskolán belül bevezetik a szakképzést. Tehát elméleti iskola és mondjuk, hogy szakközépiskola egy helyen működött. Így került sor például a Bátori gimnáziumban egy nyomdaipari osztálynak a bevezetésére, egy másik iskola turizmussal próbálkozott, az Apácaiban már működött egy közgazdasági osztály. Tehát látszott az iskolákon, hogy megpróbálnak eleget tenni ezeknek a követelményeknek. Na de most legyünk őszinték, ezek az osztályok, amelyek végül is szakközépiskolai osztályok, ami azt jelenti, hogy érettségivel kell, hogy zárjanak, ezek nem oldják meg a problémát, mint olyan. Hiszen amikor szakképzésről beszélünk, akkor erről a ugye, duális rendszerben elképzelt szakképzésről, szakmunkás képzésről beszélünk, erről a 3 éves képzésről, amit a cégeknek az erős bevonásával kell végigcsinálni. És mi is ebben az irányba kezdtünk el nézni, hogy mit lehetne itt csinálni. És láttuk, hogy Romániában két jó példa van, az egyik a brassói szakiskola, a másik pedig a temesvári. 2 ilyen indult be, ami jól működik. Ez úgy történt, hogy a temesvári és a brassói cégek összeálltak, együtt az önkormányzattal megalapítottak egy szakiskolát, nevezzük így szakiskolának. És azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen fontos lenne, hogyha Kolozsváron is lenne egy ilyen. Mégis él 50 ezer magyar Kolozsváron, a megyében 103 ezer, és hogyha még a vonzás körzetet is nézzük, a környező megyéket, akkor mégis kijön az a kritikus tömeg, mennyiség vagy szám, amely alapján már be lehet indítani. Tehát az akarat megvolt, a következő lépésben pedig úgy gondoltuk, hogy mi, mint főkonzulátus, a legjobban úgy tudunk hozzájárulni, hogy elmegyünk a cégekhez. Ugye? Tehát nekünk voltak cégkapcsolataink a különböző külgazdasági tevékenységünk kapcsán, és első körben úgy gondoltuk, szerintem logikusan, hogy nézzük meg a magyar cégeket. Nézzük meg, melyek azok a magyar cégek, amelyek Bihar megyében, Szilágy megyében, Szatmár megyében, Kolozs megyében befektetnek, amelyek ott vannak, és fel tudnák vállalni azt, hogy akár egy ilyen szakosztályt működtetnek, vagy ha nem, akkor mondjuk egy szakosztályból néhány gyereket átvesznek. És több ilyen kérdőívet bocsátottunk ki, válaszokat vártunk, összegyűjtöttük, és azt kell, hogy mondjam, hogy csalódtunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy csalódtunk. Tehát nem azért, mert nem volt meg az akarat, és nem volt meg a cégekben, de nem érdekelte a cégeket. Azt viszont mondhatom, hogy a két magyar multicéget nem különösebben érdekelt, ezt meg is értem, mert ők nem szakmunkásokat kerestek, hanem egyetemet végzett embereket, ugye a MOL-ról és az OTP-ről van szó. Ez érthető is volt, de sajnos nem volt olyan magyar cég, nagyobb magyar cég, amely nagyon erősen mögé tudott volna állni ennek a kezdeményezésnek. Mert ide kell egy vagy két vagy három nagy cég. Aztán jöhetnek a kisebbek is. De 2-3 ilyen nagy magyar cég nem volt. És akkor ugye úgy tűnt, hogy ez nem működik. Viszont akkor elgondolkoztunk, hogy most akkor miért magyar cégek? Tehát most nekünk kötelező magyar cégekre korlátozni a keresésünket? Nem. Tehát akkor nyissunk a nagy multik felé. Kolozsváron van épp elég, keressük meg őket.
És akkor tényleg ez történt, hogy akkor kezdődött a kilincselés. Tehát ez szó szerint történt, a kilincselés, az ember bejelentkezik, bekopog, és akkor elmondja. Az első, az egy nagyon-nagyon nagy szerencse volt, ez a Bosch cég, biztos hallottak róla. Egy olyan igazgatója van a kolozsvári most épült Bosch cégnek, aki többek között Magyarországon is eltöltött néhány egy kis időt. Ott volt a miskolci Bosch cégnek az igazgatója, Kásek úr, Konrád Kásek, aki tényleg nagy elánnal mellé állt a dolognak. Tehát ő felvállalta a dolgot, és hisz voltak neki tapasztalatai Magyarországról, kicsit beszélt is magyarul, tehát minden adott volt ahhoz, hogy a Bosch céget megnyerjük. Ők voltak az elsők. Utána egy kicsit tovább mentünk. Elmentünk a DeLonghi céghez. Ők ilyen kávéautomatákat gyártanak, biztos ez is ismerős. Ott a Panarotti úr fogadott, és rögtön azt mondta, hát persze, hát ez Olaszországban ez így működik, hogyne. Abszolút, rögtön. Aztán elmentünk az Elektrogrobál céghez, elmentünk az Emerson céghez, és szerencsénk volt részben ezeknél a cégeknél, hogy magyar ügyvezetők voltak. Tehát ami előre segítette a dolgot, hogy olyan magyar emberekkel beszéltünk vezető pozícióban, akik értették a dolgot, nemzetpolitikában is tudtak gondolkozni, és azt mondták, hogy persze ezt érdemes megcsinálni. De egy cég ugye nem csak nemzetpolitikáról szól, a cég mindig nagyon pontosan megnézi, hogy mibe fektet bele. És nekünk nagyon komoly, meggyőző munkát kellett végezni, hogy a projekt mögé álljanak ezek az emberek. Hisz ők megnézték, hogy mit kell nekem belefektetni, és mi jön ki belőle. És mikor jön ki belőle ez a dolog. És akkor tényleg elkezdődött az első dolog, ami nehéz volt, és ez nem a magyar cégvezetőknél volt, hanem mondjuk a Boschnál vagy az Ekerlénél, hogy miért magyarul? Ezt magyarázz el valaki Kolozsváron egy német vagy olasz vagy bármilyen cégvezetőnek, hogy neki miért kellene támogatni egy magyar nyelvű képzést egy olyan városban, ahol van a Hungarian Minority, mert ő erről hallott, ugye? És akkor most miért nem a románokhoz? Hisz ott van a 86% a lakosságnak és a megyének, és akkor miért ne a nagyobb merítést válassza? Miért a 16%-ból próbáljon gazdálkodni? Miért vegye magára a fáradtságot? És higgyék el, ez nem volt könnyű. Tehát ez volt az a kritikus pont, ahol érvelni kellett komolyan, hisz ez volt az első, és Pestjemre mellettem volt a nagyon pragmatikus gondolkodású holland tiszteletbeli konzul, a Reyers úr, aki mellettem ülve, úgymond partnerként, ő is rákérdezett, hogy hát de tényleg minek. Utána megmondtam neki, hogy te mellettem vagy, nem ellenem. Na, de az érvek, és megértette, az érvek. Azt mondtam nekik, ami végül is mindjárt érve, hogy ezek a gyerekek, ezek megtanulnak mindent románul is. Az én édesapám, ugye mindig a személyes dolgok a legjobbak, Marosvásárhelyen végzett orvosit, kizárólag magyarul, rengeteg román páciense volt, mind szerették, tudott mindent románul is. Ezek a gyerekek mindent meg fognak tanulni románul is. És a két nyelvű diákokat fog kapni, az egy előny. Tehát ő számára, mint cég, előny, hogy egy olyan kiképzett diákot fog kapni, aki nem csak magyarul beszél, nem csak románul beszél, hanem esetleg még angolul is. Tehát ez már egy olyan érv volt, amivel tudtunk előrelépni. A másik is egy nagy szerencse volt. Ugyanis a református kollégium, ez az 5 gimnázium közül az egyik, felvállalta, hogy ezt a szakiskolát ők Kolozsváron beindítják. Ez most szeptemberben fog indulni. A református kollégium, pontosan a református egyház visszakapott egy ingatlant az állomáshoz közel, a régi faipari liceumot, és eldöntötték, hogy ők szakiskolát indítanak ott. 3 éveset. És azt mondta református kollégium alá teszik ezt az egészet, mert egyelőre önálló szakiskolát nem lehet, de majd később meglátjuk. Nos, ez volt a szerencsés helyzet. A magyar kormány adott több mint 200 millió forintot arra, hogy azt az épületet, amit nem a legjobb állapotban, de nem is a legrosszabban visszakaptak, átalakítsák, és egy modern, mindenki számára nyitott intézményt hozzanak létre. És ez szeptemberben be fog indulni. Tehát tudtunk a befektetőknek kínálni egy modern épületet, elvittük őket oda, megmutattuk nekük, gyerekek, ez az, itt indul. El voltak ájulva.
A másik, ami nagyon jó volt, az a református kollégiumnak a szellemisége. És higgyék el, ez hihetetlen volt. Tehát amikor oda mentek ezek az emberek, ott a kórus, a református iskolának a kórusa odaállt és énekelt nekik. Aztán elvitték őket az iskolába. Tehát csak így állt a Kássák úr és nézte, hogy ez most igaz. És tényleg nagyon fontos ez számukra, hogy olyan emberek kerüljenek ki, hogy is mondták, ezt mindig elfelejtem, igen, hogy ne tróger képző legyen ez, mint ahogy eddig voltak a szakiskolák, hanem olyan komoly képzés legyen ott, ahol nem csak szakmára tanítják a gyermeket, hanem erkölcsi alapokat is adnak nekik. Én nem gondolom azt, hogy a szakképzést azt nemzetpolitikai szintre lehet vinni, hogy ezt vagy működik az egész országban, vagy pedig nem fog működni sehogy se. Tehát igazából mintaprojektek szintjén kell elindulni, és hát lehet azt mondani, hogy ez könnyű úgy kezdeni, mert ugye itt az asztalnál ülök, azt hiszem Palotás úr származását nem tudom, de egyébként mind erdélyek vagyunk, függetlenül, hogy milyen intézményt képviselünk, hogy ott kell elindulni, ahol könnyebb. Tehát ugye itt az, hogy most a magyar szakképzést csinálunk Székelyföldön, ez azért lesz magyar szakképzés Székelyföldön, mert hát, hogy magyarok laknak itt, tehát de attól az nem lehet egy más szakképzés egyébként gondolataiban, mint a románok vonatkozásában. Itt a nemzetpolitikai cél ott tud megjelenni egyébként, amit egyébként a főkonzuló helyesen mondott, a pedagógus képzésbe. Tehát gyakorlatilag azok a pedagógusok, azok a szakemberek, akik nálunk vannak, azok tudnak a románság fele is egy közvetítő szerepet betölteni, hogy átvegyék ezeket a know-how-kat, mert az úgy nagyon nehéz lesz szerintem legalábbis, hogy a román akarattal szemben azt mondani, hogy csak magyar iskolákat csinálni. Én tudom egyébként, hogy ez Szórványban más és Székelyföldön más, de én úgy gondolom legalábbis, és akkor ezt lehet száfolni, hogy akkor nekem ebben van-e igazán vagy nincs, és látom a Palotás úr hozzá is akar szólni, úgyhogy parancsoljon. Mielőtt az Ervin megcáfolnám a származásomat, hagyd tisztázzam azért, mert a nagyapám Karánsebesen született, a nagyanyám Temesváron, ha ez így még elfogadható ebben a körben, komolyra fordítva a szót, én igenis meggyőződéssel mondom azt, hogy a szakképzés, felnőtt képzés az nemzetstratégia és nemzetpolitikai ügy is. Nagyon örülök, hogy a 2010-ben a Bécsi Kamarában rendezett konferenciánkhoz képest ma kimondhatjuk azt, hogy a szakképzés a nemzetpolitikai diskurzus része. Természetesen nem véletlen az, hogy a már említett közel 10 évvel ezelőtt a Molnár György által elindított Kárpát-medencei szakképzésfejlesztési hálózati folyamat a felnőtt képzés bázisán jött létre, mert a felnőtt képzés kevésbé függ azért a adott ország jogrendjétől, nagyobb a mozgástér, a kapacitásokat és a szabályozásokat tekintve is. Ugyanakkor megkerülhetetlen az iskolarendszerhez való hozzányúlás is. Természetesen semmit sem a szomszéd államokkal szemben, vagy a többségi nemzetekkel szemben, hiszen maga a duális képzés modellje az egy európai ügy, a német gazdaság, az európai gazdaság és a világgazdaság egyik meghatározó gazdasága, a legnagyobb exportnövekedés produkálta az előző években is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy abszolút európai, akár vagy mondhatjuk globális ügy. Ettől függetlenül meg kell nézni azt, hogy a beavatkozásoknak, itt elhangzott sokféle beavatkozási szint, adott beavatkozási szintnek mi a eszközrendszere és a szintere. Ha már erről beszélünk, ugye itt is elkezdődött egy beavatkozási folyamat. Én a Magdó János főkonzul urat a duális szakképzés nagykövetének is itt szakképzési szakemberként el tudom fogadni, és annyira hitelesen mondta el azt a módszertant, amiben az iskola és a gazdaság szereplői közötti kapcsolat kiépítését szabályozóktól és fejlesztési forrásoktól függetlenül is el lehet végezni, hogy örülnék, ha akár ő személyesen vezetné az ősszel kezdődő pedagógus továbbképzés sorozatot, amiben a nemzetgazdasági minisztérium projektje keretében sor kerülhet tavasszal, illetve ősszel és jövő tavasszal. De
ugye nyilván vannak az adott államnak szabályozási keretei, az az optimális, és ez a diplomácia szintje, és a vegyes kamarák szintje, ez meggyőződésem, hogy az adott állam szabályozási környezete is változni. A Magyarország az 2010 és 14 közötti kormányzati ciklusba hatalmas lépéseket tett az ágazati szabályozás terén, Ervin ezekről mesélt. Ezek nagyon fontosak és alapjaiban határozzák meg a szakképzés új útját. Tehát egyrészt ugye a Hargita és Kovászna megye tanácsa felvállaltuk közösen, hogy a Szorvány megyékért igyekszünk tevékenykedni, tehát mindenféleképpen a szakoktatásnak tud lenni Székelyföld egy, ott is egyféle belső anyaország, hisz ösztöndíj rendszerekkel rá tudnánk erősíteni azokban a dél-erdélyi megyékben, a Csángó térségekben, amin ugye a Kolozsvár iskolát nem érinti, de a többi részen lehetne egy lehetőség, és ezt is érdemes megnézni. A másik dolog pedig az, hogy azért nekünk nagy segítségre lehetne a Nemzet Stratégiai Intézet is, hisz megye határán túlmutató költekezést nálunk a számvevőszék nem szívvel, ezért a közös székelyföldi vagy az erdélyi léptékű felmérések, kutatások, elemzések elkészítésében mindenféleképpen jól jönne a segítség, és az látható, hogy azért itt főleg Hargita megyében, gondolom Kovászna megyében is, az infrastruktúra megvan, tehát az épületek megvannak, sőt, nagyon sok szakiskolánk van, EU-s pénzen fel vannak szerelve, csak nem tudják működtetni. Tehát itt sok esetben ezzel a problémával állunk szemben, a tanerő hiány, amiről már beszéltünk, hisz Romániában leépült a műszaki felsőoktatás, az a pár műszaki ember, aki van, azt jó pénzért felszívják a cégek, és talán itt lehetne még egy segítség, ami azt gondolom megint csak nemzet stratégiai cél kell legyen, közös célunk, hogy a fiataloknak a pályaválasztásánál adjunk lehetőséget, hogy olyan tanerőké képeztessék magukat, akire szükség van, és itt megint látok egy nagy-nagy űrt, amit be kellene töltsünk. Köszönöm szépen. Egy pillanat csak. Inkább itt a nem azt mondom, hogy kell a feszültséget oldani, de például egy olyan magyar példát mondanék át, amit valószínűleg egy kicsit az egész térségben levő helyzetre rá tud vetíteni, hogy Magyarországon van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy mestervizsgáztatás szakképzés után, ugye aki a szakma mestere szeretne lenni, az akkor egy mestervizsgára fog elmenni, és akkor, mint a 2015. január 1-jét, ő csak az foglalkoztathat tanulót, akinek megvan ez a mestervizsgája. De ez egy érdekes helyzetet szült Magyarországon, mert Magyarország 50 top éttermében levő szakácsnak egynek sincs meg a magyar mestervizsgája, és nem is lesz meg a közeljövőben, mert egy 67-ben kiadott tankönyv szerint kéne levizsgázzanak azok a szakácsok, akik egyébként nemzetközi versenyen az első 10-ben voltak már többször. Tehát ez rávilágít egyébként arra, hogy még ott is van mind dolgozni, és akkor parancsolj, János. A forrásokra vonatkozóan, ugye egy jó hír, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak mindig vannak ilyen szakmai szakévei, tehát a kisiskolások éve, az óvodások éve. Most jövőre Potápi államtitkár úr bejelentette, hogy a szakoktatás, szakképzés éve lesz, ami azért mégis nem kevés forrásokat rejt magába, akár a fejlesztések területén is. Tehát ez egy jó dolog. A másik itt Ervinnek a megjegyzésre, hát persze ez nem egy, tehát itt nem csak egy magyar, vagy hogy mondjam, tehát itt a románságot nem is lehet kihagyni. Tehát egy olyan megyében, ahol a románok aránya olyan nagy, mint Kolozs, de bármelyik másikat mondhatnám, Szilágyat is, mindent együtt, tehát az égeknek is elmondjuk, hogy persze, tehát itt a román iskolák felé is kell nyitni, tehát főtanfelügyelő román, tehát mi ezt sosem valaki ellen csináljuk, de mi mégis a magyar főkonzulátus vagyunk, és azt nézzük, hogy tudjuk a saját ügyeinket egy picit előre mozdítani, de semmiféleképpen sem próbáljuk itt bárkit is kizárni. Ezt nem is lehet Kolozs megyében, meg máshol sem. Köszönöm szépen!